Kiválasztás és eldöntés. A kiválasztás algoritmusa. A lineáris keresés algoritmusát egy sorozat meghatározott tulajdonságú elemének keresésére használjuk. Esetenként biztosak lehetünk abban, hogy létezik egy megfelelő elem a sorozatban. Ekkor kiválasztásról beszélünk. Ha például egy érvényes dátumból kiemeljük a hónap megnevezését, akkor a hónapnevek sorozatában kiválaszthatjuk, hányas számú hónapról van szó. Kiválasztás esetén, tehát ha tudjuk, hogy biztosan létezik a keresett elem, nagy mértékben egyszerűsíthetjük és gyorsíthatjuk a lineáris keresés algoritmusát. Idézzük fel ezt az algoritmust, és alakítsuk át a kiválasztás igényeinek megfelelően. Először kezdőértéket adunk a ciklusváltozónak. Majd egy feltételes ciklussal addig lépkedünk a sorozat elemein, amíg ki nem futunk a sorozatból, és amíg nem találunk megfelelő elemet. Mivel a kiválasztásnál biztosan tudjuk, hogy létezik egy keresett tulajdonságú elem, ezért fölösleges összehasonlítanunk minden egyes lépésnél az aktuális indexet a végső indexel. Ezt a relációt törölhetjük a ciklus ismétlési feltételéből. Ezzel nagy mértékben gyorsítjuk a végrehajtást, hiszen csak egyetlen esetben nem teljesül, akkor, ha nem találtunk megfelelő elemet, és már túljutottunk a tömb végső indexén. Az összes többi esetben mondhatni feleslegesen vizsgáljuk meg. Töröljük ki, természetesen a logikai művelettel együtt. Az adott kezdőindextől indulva tehát lépkedünk előre, amíg nem találunk megfelelő tömbelemet. Mivel kiválasztásról van szó, ezért ez a ciklus biztosan leáll. Így a ciklust követő feltételes elágazásra sincsen szükség, a ciklusból való kilépéskor a ciklusváltozó értéke éppen a keresett elem indexét mutatja. Példaképpen oldjuk meg a tankönyv 134. oldalán az egyes gyakorlatot. Feltételezzük, hogy a hónap nevét pontosan, hiba nélkül adták meg. Ha egy érvényes dátumból emeljük ki, akkor ez a feltétel biztosan teljesül. Készítsünk egy új projektet hányadik néven. A projekthez adjuk hozzá a hónapok VB adatfájlt, melyet a forrásfájlok között találunk. Az adatfájlban deklaráltunk egy hónap nevű tömböt, amely a hónap neveket tartalmazza. Az űrlapra helyezzünk el egy szövegdobozt, egy parancsgombot és egy címkét. A forráskódban deklarálunk egy keresett nevű változót, amelybe beolvassuk a keresett sorszámú hónap nevét. Mivel feltételes ciklust használunk, nekünk kell deklarálnunk a ciklusváltozót, melynek mindjárt megadjuk a kezdőértékét is. A hónap tömb a nulla indexű elemétől kezdve tartalmazza a hónapok nevét. Indulhat a feltételes ciklus, melynek magjában egyesével léptetjük a ciklusváltozót, sorra vesszük az egyes hónapokat. Ahogy megbeszéltük, nincsen szükség a ciklusváltozó és a végső index összehasonlítására, elegendő azt vizsgálnunk, hogy elérkeztünk-e már a megadott hónapig. Ha igen, akkor kilépünk a ciklusból, és kiírjuk a hónap sorszámát. Ügyeljünk arra, hogy a tömb nullával kezdi az indexelést, mi azonban a januárt első hónapnak tekintjük. Futtasd a programot, és néhány hónapnév begépelésével győződj meg a helyes működésről. Ügyelj arra, hogy pontosan add meg a hónapok neveit.